A Mi Hazánk mozgalom teljes adóamnesztiát követel a magyar kisvállalkozások számára a lezárással érintett időszakra vonatkozóan. Ez azt jelenteni a Mi Hazánk mozgalom elképzelései szerint, hogy nem csak bizonyos helyi adókra, hanem a vállalkozók számára a legnagyobb terhet jelentő központi adókra terjed neki ez a mentesség, és hangsúlyozzuk, hogy itt egy végleges adóelengedésről lenne szó, nem átütemezésről, nem határidő hosszabbításról, nem folyamatban lévő eljárások felfüggesztéséről, hanem arról, hogy a lezárással érintett időszak teljes időtartamára valamennyi magyar mikrovállalkozás kapjon a központi adók megfizetése, illetőleg behajtása alól is felmentést, mentességet, annak érdekében, hogy képesek legyenek túlélni azt az időszakot, amelyben önhibájukon kívül kerültek. A Mi Hazánk mozgalom biztos abban, hogy erre a segítségre nem csak a turisztikai és a vendéglátószektornak van szüksége, hanem valamennyi magyar mikrovállalkozásnak, hiszen önhibájukon kívül kerültek ezek a vállalkozók abban a helyzetbe, hogy nem tudnak bevételt termelni, éppen ezért ilyen kemény és határozott állami eszközökkel kell segíteni őket abban, hogy a világjárvány gazdasági következményeit képesek legyenek túlélni.